anyámék, apámék családja visszamenőleg legalább 200 évvel ezelőtt, ugye, amiről én tudok, mint muzsikusok voltak. Van egy bátyám, aki cimbalmos, de a nagyobbik bátyám prímás, apám brácsás volt, a nagyapám meg nagyon híres brácsás volt, ő a Csicsó Pali, aki Tápiószelőről származik, és onnan jött anyai részről a családom. Apai részről, Fejér megyéből, Bicskéből jöttek, és hát általában a hegedű dominál, de mondom, voltak a családban más hangszeresek is. Igazából nálunk úgy van, hogy az a játszótársam, vagy a játszótársunk a hangszer a roma családokban, mert ugye apámék muzsikáltak otthon, gyakoroltak, összejöttek, a bátyáim gyakoroltak, tanultak. Úgy a labdát ledobtam, megfogtam egy hangszert. Játékosan kezdődik, aztán majd fokozatosan bele megy egy olyan komolyabb tanulásba, hogy ugye jönnek majd a tanítások családon belül, aztán későbbiekben a zeneiskola, és akkor ugye a továbbképzés felnőtt korra. Persze, sok lépcső van. Ja, köszönöm szépen, ezt hoztad mamának. Időközben nyilván te is megnősültél, családot alapítottál, ez hogy történt, mikor volt? 1990-ben volt, július 14-én a szívem választottját, a gyönyörű feleségemet elvettem feleségül, és majd később szült nekünk, ugye három gyermeket, Viviant, Natáliát és Józsikát. És hát gyönyörű családom van, boldogan élünk, összetartó család vagyunk, és hát ugye a feleségem, aki a háttérben van, és mégis ő van előtérbe hozva, mert hogy ő tartja össze a családot, hát ő emel fel minket. Mondhatjuk, hogy nagyon régóta egy helyen dolgozol. 21 évvel ezelőtt volt, a Corinthia Royal szálló újra megnyílt, és kaptam egy szerződést 21 évvel ezelőtt egy svájci turnéra szállodákba. Én nem ismertem a Corinthia céget, felkértek erre, kiválasztottak, 5 vagy 6 zenekart hallgattak meg, és akkora sikert alkottunk kint, hogy mire már hazajöttem, már megvolt az, hogy mi kerülünk a Royal szállóba, és hát ennek nagyon örültem, mert a karrierem akkor kezdődött. A régi világban is úgy volt, az én egyik nagybácsikám, Fehér Sándor, 26 évet volt az Intercontinental egy szállóban. És hát abban az időben is nagyon nagy dolog volt, hogy egy prímás egy helyen megtalálható volt, hozzászoktak a vendégek, hozzászoktak az emberek, és hát én úgy gondolom, hogy mivel 21 éve ott vagyok, hát egy törzstag vagyok a szállodában, aminek nagyon örülök, és nagyon megbecsült vagyok, és én is megbecsülöm a munkám. És hát egy mondhatjuk, egy karrier. Több mint 20 éve dolgozunk együtt a Művész úrral, akinek a zenéjét hétköznap a bárban, illetve hétvégén, vasárnaponként az éttermünkben hallhatják a kedves vendégeink. Nagyon örülünk annak, hogy egy élő zenei szolgáltatást is tudunk adni a vendégeinknek. Ez egy kivételes lehetőség a mostani szállodaipari helyzetben. Így örömmel dolgozunk továbbra is együtt a művész úrral. Józsi, egy pár szót mesélj nekünk a hangszeredről, még nem beszéltél, hogy mit kell tudni erről a hegedűről. Több hegedűm van,
természetesen aki oda van a hangszerekért és a muzsikáért, a szíve ügye, hogy több hangszere legyen. Jelen pillanatban ez a hangszer egy példaképemnek, ifjabb Járóka Sándornak a hangszere volt. Hál' Istennek megörököltem. Nagyon jó szól, tehát jó hangja is van, kényelmes ugye a kezemnek, és ki tudom magam rajta fejezni általában a muzsikámat és a lelkemet. Nagyon sokszor van az Isten a lelkemben, fohászkodok közben, Istennek szeretnék tetszeni, megköszönni, hogy minden este muzsikálhatok, és többek között a családom is az eszembe van, a lelkembe van, és ezek így összekavarodnak a kis lelkembe, és így jön ki az a végeredmény. Említetted, hogy két lányod van, egy fiad. A nagyobbik lányom, ő egy teljesen más vállalkozást végeznek, a sikeres pozícióban vannak. Ezen kívül a lányomnak egy szépségiparban a fodrász a szakmája. A középső lányom, a Natália, ő is szépségiparban van. Nemrég érettségizett le, szakmával együtt, ugye kozmetikus, és ezen kívül elvégezte a kutya kozmetikát, mivel imádja a kutyákat, azok a szívecsücskei, és plusz még a műkörmös tanfolyamokat is elvégezte, tehát nagyon maximalista, pozitívan áll az élethez. Kisfiam következik a sorrendben, remélem, hogy viszi tovább, nem szakad meg a zenei szál, zongorázik, rácsázik, és ezen kívül ugye ő a vendéglátóiparban felvételizett, 8. általános iskolát elvégezte, és ő szakácsnak készül. Józsika, a tempóra figyelj, tudod, hogy maradjon a tempó, tudod? Ja, persze. Ne akadjál le. Persze. Jó? Jó. Mert az, mikor a hallgatóság hallgatja, akkor már ő belemegy a tempóba. Jó? Csináld. Az elmúlt időszak az sajnos azt hozta magával, hogy sok zenész és sok művész azzal szembesült, hogy nem biztos, hogy tud azzal foglalkozni, amivel szeretne. 2020 március környékén ugye elkezdődött a Magyarországon a Covid idő, és hát sajnos megrepesztette a karriert minden művésznek. Mert nem mondtam, hogy eltört, megrepesztette, tehát az örök seb ott marad, ami nem forr össze. És az ember azt mondta, hogy most mihez kezdjek? Ugye mihez értünk, mikor egy életen át a hangszer volt a kezünkbe? És hát május környékén elgondolkodtam, hogy valamit kisebb munkát el kéne kezdeni. És elhelyezkedtem egy raktárba dolgozni. Belekóstolt az ember abba, hogyha valami történik egy zenésszel, egy művésszel, akkor kell lenni egy másik oldalának, tehát nem szabad egy lábon állni. És akkor jött nekem most egy pár hónappal ezelőtt egy ötletem a feleségemmel. Ugye a feleségem is nagyon dolgos. Mondom, fiam, valamit próbáljunk csinálni, amit mégis veled vagyok, nem kell elmennünk dolgozni, neked se kell elmenni. Mégis együtt vagyunk, és pénzt tudunk keresni. Tehát valami kis vállalkozás. Egy kis vállalkozás, nyissunk egy kis büfét. Arra mindig szükség van a palacsintára, a lángosra, a kis üdítőre, kávéra, és két hónappal ezelőtt megnyitottuk a kis büfénket. Jó napot kívánok, szervusz Józsikám! Szervusz Pisti, na, szia, üdvözöllek! Kérhetek egy finom lángos tőletek? Milyen lángos szeretnél, mert itt van ugye fúlos is, sajtos is, tejfölös is, sajtos tejfölös fokhagymával. Maradnék egy ilyen hagyományos sajtos tejfölös fokhagymával, hogyha rendben szabad van. Kérni, megkóstoljuk a lángosokat. Készítem is neked. Nyugodtan, nyugodtan. Lőrinc Center parkolójában vagyunk, itt nyitottuk ezt a vállalkozást, hát besegít nekem a Józsi,
és így legalább együtt vagyunk egész nap. Miket kínáltok? Van palacsintánk, lángos, üdítő, kávé. Hogy osztjátok meg a munkát? Hát ő, aki a lángos süti, ugyebár én meg a feltéteket, meg a vendégeket kiszolgálom. És tudják az emberek egyébként, hogy Józsi mivel foglalkozik? Igen, hát mindenkinek mondom, mert hát ez egy elismerés, hogy zenész, és hogy ezt megcsinálja nekünk, a családért mindent megtesz. És nagyon boldog vagyok, hogy ilyen férjem van. Ez egy más közeg. Vendéglátó, vendéglátás, más közeg, imádom, imádok az emberekkel ugye beszélgetni, foglalkozni. A lángosunk nem zsíros, nem olajos, mindenki ezt mondja, tehát mikor eszik, akkor jönnek vissza, hogy nagyon finom, tehát nem ülte meg a gyomrukat, a hasukat, tehát finom. Hát a kiszolgálás az meg első osztályú. Köszönöm. Hát azért tudtam, hogy kit kell ide tenni a kiszolgálásra. Még annyit el szeretnék mondani, hogy nem csak a zenélésbe profi, hanem ebbe is profi. Mellett még máshol is muzsikálsz? Igen, muzsikálok. Az Aqua World Hotelban vagyok, a hotel részen, a bárban. Ott egy picit más műfajjal vagyok. Ott ugye nem cimbalom van, hanem zongora, nagybőgő és hegedű. Egy ilyen kis szalonzenét játszok. Elég korán kezdtem el dolgozni. 12 évesen már tanuló voltam a Rácz Jancsi zenekarában. Aztán ahol apámék muzsikáltak, a bátyámék, mindig ott hátul elüldögéltem. És akkor próbáltam imitálni, tanulni, hallgatózni, és hát ugye meg kellett tanulnom ott a kommunikációt, a vendégekkel a foglalkozást, hogy kell viselkedni, hogy kell mozogni. Tehát vannak ilyen kulisszatitkok, amitől gyönyörű egy előadás. Akármilyen oklevelet vagy díjat kaptam, az az első volt, hogy a zenekaromnak köszöntem meg a munkát, mert a zenekar emeli fel a prímást. Tehát erről összes prímás, akik volt, van, lesz, ez soha ne feledkezzen meg, hogy a zenekari tagoknak köszönet jár. Mondhatjuk, hogy a sok viszontagság ellenére azért egy boldog ember vagy? Boldog ember vagyok, mert egy olyan családban élek, ahol összetartás van, szeretet. Elkészítettelek. Nagyon jó. Ezt fogod fölvenni az Aquavirdbe. Sok szerencsét, Isten áldja, drágám! Szórakoztatás és vendégélmény tekintetében igyekszünk mindig komplexen gondolkodni, és picit egy ilyen konzervatív értékrendet bevinni, becsempészni az esténkbe, és véleményem szerint egy igazán színvonalas vacsora az nem telhet el élő zene nélkül, és a Józsi kiváló az ő zenekarával, nagyon-nagyon jók a vendég visszajelzések, és szerintem ezt tartanunk kell, ízig-vérig tud szórakoztatni, a kisujjájban is ez árad. Van benne egy nagyon nagyfokú úri embervonal, van benne egy hangyáni csibészség, de hát ez így áll össze, és ahogy ő szórakoztat, azt gondolom, ezt kevesen tudják.